Sziasztok, sziasztok, nem Gába Lázs, és most megint egy feladatot fogunk tesztelni, méghozzá a Skull Candy-től a Crushert. Az egy nagyon szép kis fekete feladat, ami főleg gumiból és egy kis bőrből is van igazából összerakva. Egy pár hónapja már itt nálam van az asztalon, de igazából nem nagyon használtam, mert wireless a headset, és van egy-két érdekes funkció, de nincs benne Active Noise Cancellation, ami ez már hozzá vagyok szokva, ami azt jelenti, hogy igen, nagyon szépen lehet a hangerőt szabályozni, play és pause-it használni, és a basszust beállítani oldalt, főleg ez itt a nagyon érdekes része, hogy itt ezt itt, hogyha fel meg lehúzzuk, akkor majd elkezd az egész úgy vibrálni a fejünkön, hogy nagyon érezzük a basszust, ami nagyon érdekes kis funkció, de persze a zenének nem tesz olyan jót. Különben kábel is lehet használni, mikro USB-vel töltjük fel, és mutatja nekünk is persze, hogy mennyire van feltöltve. Ami nekem tetszik, hogy össze lehet hajtani, tehát nagyon szép kis helyet foglal el ahhoz képest, hogy milyen nagy a feladató igazából a táskánkba, de általában az ilyet úgyis a nyakunkban szoktunk hordani, és akkor így néz ki kb. Télen szép sál, helyettesnek is lehet használni, de mindjárt megmutatom nektek, hogy kb. Milyen a hangja, méghozzá elmondom nektek még egyszer. Most új mobilom van, úgyhogy igazából, hogyha most bekapcsolom, úgy a készléket, hogy ezt itt megnyomom, akkor bemondja, hogy power on, de hogyha nyomva tartom, akkor elvileg átmegy a kék-piros pislogó móduszba, ahol, hogyha most kikeresem például a Samsung Galaxy S7 telefonomon a Bluetooth beállításokat, vagy legalábbis először bekapcsoljuk a Bluetooth-ot egyáltalán, ha nem lenne ilyen lassú. Amúgy ez majd lesz egy külön videóm, hogy lássátok, hogy mennyire nem boldogolok már, látjátok itt a Samsung telefonnal, mert néha egyszerűen ilyeneket játszik, hogy értelmetlenül válni kell. Bluetooth. És akkor látjátok, itt van a Crusher Wireless, úgyhogy nem is kéne külön még konnektálnom, mert már igazából rá voltam csatlakozva, nem emlékeztem. Rá is vagyunk csatlakozva, és már is kezdhetem itt a zenelejátszóval azt, hogy hallgatunk egy kis zenét. Belemegyek ide a... Igen, Recently Added-be, és felveszem. Amúgy nagyon kényelmes, kicsit így összenyom engem, mert nekem kicsit nagy a fejem, és így kéne kicsit hajtani kifelé, hogy ne ez legyen. Ami nagyon fura, hogy itt megérintjük, akkor az egész így bevibrál, és ilyen nagyon fura hangja van az egésznek, tehát hogyha valakit idegesíteni akarok, akinek van egy ilyen felgatója, vegyetek ki, vagy kopogjatok egy kicsit rá a felgatójára, nagyon idegesítő hangot csinál. Más felgatóknál, mint a Bose-nál, a Sennheiser, meg ilyeneknél nem találkoztam vele, pedig itt is ugyanúgy egy ilyen fém keret van kívül, de valamiért azok kicsit jobban megoldották. Hallgassunk egy kicsit Cheap Thrills-et. Nem tudom, hogy látszik-e, beálltottam a maximum basszust itt oldalt, itt hátul. És olyankor érzem, hogy a felgató vibrál, és szerintem a videóban is látszik, mindjárt megnézem, hogyha rámegyek a következő dalra, hogy ti is lássátok-e. Mert játszunk le egy kis One Dance-et Drake-től. Próbálok nem mozogni, hogy lássátok tényleg, hogy ugyanúgy vibrál, mint hogyha a JBL hangszoroknál oldalt látjátok azt a membránt, ami ugyanúgy mozog, kb. Ugyanígy mozog ez a felgató is csak a fejünkön. Következő dal legyen Don't Let Me Down. Amúgy szörnyű, mert felveszük, és egyfajtában csak a basszus nyomja hátulról, és fejmasszást ad nekem úgy, hogy kiráz a hideg a hátamon, ami pozitív is lehet, de eléggé fura, és ha valaki szedem melletted, és csak azt látja egyfajtában, hogy ezek a feladatok. Tehát nagyon érdekes kis feladató, zene szempontjából, meg zene lejátszás szempontjából 10-15 órát nekem kibírta, amikor teszteltem egy hétig egy pár, vagy azt hiszem két hónapja,
de igazából nem ajánlom nektek, hogyha nem akartok túl sok pénzt költeni ezt a feladatot, mert van egy csomó más ideátor is, aki szerintem tud hasonló jó feladatot lejátszani. És ez egy jó kis gag kipróbálni, de szerintem minden napokban ki fogjátok általában kapcsolni ezt az extra basszus funkciót, mert nagyon fura. Köszönöm, hogy a nevem Gábor Lázs, ez volt a Skull Candy-től a Crusher. Legközelebbi ne felejtsetek feliratkozni, és sziasztok!